tagadja bűnösségét. Bróker Marcsi, a Kun Mediátor ügyben megvádolt asszonytól továbbra is milliós kártérítéseket követelnek ügyfelei. A bíróságon ma hangzott volna a védői perbeszéd, ez azonban elmaradt, mert a nő ismét vallomást tett. Azt állítja, hogy bankok megbízásából végzett pénzváltást. Ezek a felvételek akkor készültek Karcagon, amikor kirobbant a Kun Mediátor botrány. A helyiek által csak Bróker Marcsiként emlegetett asszonyt hiába keresték, a nő ugyanis külföldre szökött. Miután hazatért, már a repülőtéren elfogták és eljárást indítottak ellene. A vád szerint 12 milliárd forintot csalt el az ügyfeleitől. Az ügyben eljáró ügyész szerint megtévesztette őket. Valójában csak papíron létezett a vádott által számított devizamennyiség. A sértettek által döntően forintban teljesített befizetéseket a vádlott ténylegesen nem váltott át az általa megjelölt devizára. Ahogy azt a sértettek is elmondták, a vádlott részére átadott pénzösszeget a vádlott az irodájában lévő asztal fiókjába helyezte, a pénzösszegek további sorsáról nem bírtak tudomással. Az ügyben tervezett védői perbeszéd elmaradt, mivel a megvádolt nő újabb vallomást tett és iratokkal próbálta igazolni, hogy nem végzett illegális tevékenységet, és senkinek sem akarta elvenni a pénzét. Soha nem volt az emlékom az, hogy a valós gazdasági esetben látszották fent a és nem csinálva semmit, várjam azt, hogy majd az újonnan jövő befektetésekre, az újonnan jövő befektetésével realizálja a kifizetéseket. Korábban az asszony több befektetője is arról beszélt, nem hagyja annyiban, hogy eltűnt a pénze. Engem elsősorban az bosszant, hogy nem én tőlem vett el, hanem a gyerekeimtől és az unokáimtől vett el, amit azért én még most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nem fogom simán hagyni. A károsultak dolgát nehezíti, hogy amint azt korábban a képviselőjük mondta, a lefoglalt vagyon meg sem közelíti azt a kárt, amit a karcagi nő okozhatott.